Rajta! A tanév megkezdése előtti napokban rendezte meg idei gólyatáborát a Szilády Áron Református Gimnázium. Az iskolába most érkező gólyák, a végzősök és a leendő osztályfőnökök remek napokat töltöttek együtt. Elmondhatom, hogy most kaptam meg az osztályomat, az 5. B osztályt, és nagyon örülök neki, hogy összetudunk ismerkedni ez alatt a pár nap alatt. Tegnap a neveket tanultuk meg, egymás neveit, ilyen közös programok voltak, és most is csapatépítő programok folynak folyamatosan. Én, ahogy látom őket, elég sok színű társaság, hála Istennek, tehát sok színes egyéniség lesz benne. Az áramutést átadom nektek, és az a csapat nyer, akihez a legvégén, a leghamarabb odaér az áramütés. Figyeljetek nagyon! Ez teljesen egyszerű volt, hogyha jól láttam. A gólyákat arról kérdeztük, miért épp a Szilády Gimnáziumot választották, és hogy érzik magukat új osztálytársaik körében. Nagyon sok szempont erősítette meg azt, hogy ide jöjjek. Igazából az is, hogy a régi osztályomnak a fele itt kötött ki, és nagyon örülök is ennek, hogy nagyon sok az ismerős, meg felsőbb évfolyamokból is több embert ismerek. Nagyon szimpatikus volt mindig is a légkör. Én ugye a központi általános iskolából jöttem, szóval valamennyire így adta is magát, hogy ide jöjjek, és igazából nagyon örülök, hogy itt folytathatom. Szerintem nagyon jó osztályközösségünk lesz, 21-en vagyunk, csak lányok szinte, 3 fiú van. Ha jól hallottam, fog hozzánk érkezni egy cserediák is. Szerintem nagyon színesek lesznek a hétköznapjaink. Nagyon örülök azoknak a tanároknak, akikről már tudom, hogy tanítani fognak, és igazából nagyon várom, hogy kiderüljön. Társak fölemelnek téged, és átszállítanak a háló túloldalára, és aztán vissza. Nagyon jól érzem magam ebben a gólyatáborban, és szerintem amúgy a közös játék a jövendőbeli osztálytársaimmal az tetszett legjobban. Hogyan tervezed meg a szilárdis éveidet, hogyan készülsz a gimnáziumi évekre? Hát sok tanulással, meg természetesen sok játékkal a barátaimmal. Az a helyzet, hogy nem beszélsz, de mennyi idő alatt meggyógyult, nagyon jól csináltátok a dolgotokat. Vissza kell rakni oda a szőnyegre! A végzősök szerint remek utánpótlás érkezett a gimnáziumba a kis gólyák személyében. Aktívak a gyerekek, meglepően. Én azt gondoltam, hogy nem fognak ilyen jól reagálni a feladatokra, meg így a szivatásokra, amiket adunk nekik, de főleg a 9-esek nagyon-nagyon jól veszik. Az 5-esek is elég aktívak, úgyhogy szerintem teljesen jó. Milyen érzés az, hogy ti vagytok most a legidősebb diákok itt a Szilárdiban? Hát ez egy kicsit felfoghatatlan számomra, hát még így emészgetjük a gondolatot, de így napról napra egyre jobban hozzászokunk, meg azért elég élvezzük, hogy szivathatjuk a gólyákat, adjuk nekik a viccesebbnél viccesebb feladatokat, szóval elég jó érzés. A feladatok során remek osztályközösségek kovácsolódtak, így a diákok már barátokként kezdhetik meg a tanévet.